A mai jelszó... Bátorság, vagányság. A Váci Szabó család igazi benzingőzmániás família. Kiskorom óta csinálom, úgyhogy inkább ez, mint az öcsémnek az autója. Bizony Krisztián, ahogy nemrégiben láthattuk az Autocross. Barbara pedig a quad szerelmese. Ugye nekem apu magyar bajnok, kétszeres, úgyhogy ez is motivált, hogy csináljam ezt a sportot. Kb. 10 évesen már apu tanított vezetni, úgyhogy nem volt gond a vezetéssel. Ismerjük meg Barbie kedvenc paripáját! Egyen 6 lóerős körülbelül a quad, 650 köbcentis, végsebességre olyan 160 km/h tudok vele menni. Nem mehetünk versenybenzinnel semmiféle módon, úgyhogy a benzinkúton tankolható benzint tankoljuk bele. Persze a Farmer Polo összeállítás nem biztos, hogy a legideálisabb megoldás a quadozáshoz. Van rajtam egy térdvédő, hát ugye alsó ruházat először is, térdvédő, van ilyen rövid nadrágunk, ami teli van mindenféle védőkkel, ugye a combunkat, derekunkat, mindent véd. Van ez a páncéllambe, könyökvédő, gerincvédő, minden benne van, sisak, kesztyű, szemüveg, meg egy nyakmerevítő, amit most nem hoztam magammal, de nagy tampónál szükséges, mert ugye kitörhet a nyakam. A gáz az teljesen más, mint a motorom, mert ugye toljuk és nem húzzuk. Ez a bukkanok meg egyéb dolgok miatt előnyösebb, mert így nem szállunk el róla. Mi a veszélye ennek a sportágnak? Hát nagyon nagyot lehet esni. Iszonyat nagyot. Edzésen sikerült már összetörni, magam versenyen még egybe maradtam. Veszélyre még visszatérünk, de most tudjunk meg még többet alkalmi riporterünk segítségével, a mikrofonnál Temes Bernadett. Én nagyon keveset tudok erről a quad bajnokságról itt Magyarországon, mesélj valamit róla. Fiúk, lányok! Ez a Tereprali Magyar Bajnokság. Ugye van autós kategória és quad motor kategória. Egyedüli lányversenyzőként indulok a bajnokságban, nincs külön értékelés a lányoknak, úgyhogy a fiúk között próbálom teljesíteni a futamat. Szerinted mi a kézilabdában tudunk nagyobb sérülést összeszedni, vagy te a quadon? Hát mind a kettőben lehet szerintem, de azért quaddal nagyobbat lehet esni. Azért vannak ám nagy pofonak is a kézilabdával. Konyhatündéreink, Temes Bernadett és Rédei Sós Viktória nem csak a serpenyővel bánnak jól, hanem szeretik a kihívásokat is. De vigyázz, elütek! Igazi vagánylányok, akik szívesen kipróbálták magukat a Barbie által bemutatott technikai sportágban is. Kicsit nem lennél egyesnek. Eva! Halljuk az első tapasztalatokat. Nagyon élvezem. Ülő is, jó meg állva is. Vadozni. Mint a motorozás? Vadozni. Elől vagy hátul jobb? Elől. Jobban szeretek vezetni. És ugye amikor Viki mögött ültél, akkor para volt?
Igazából szerintem jobban meg voltam ijedve, aztán végül is ügyes volt Viki. Szerintem én óvatosabb vagyok. Bemertél ülni ugye Berni mögé, biztonságban érezted magad? Azzal nincsen gond, tehát bízom benne, de én úgy gondolom, hogy én azért lassabban megyek. Hát mind a két lány nagyon ügyes volt. Nem tudok választani a kettő közül, nagyon vagány volt mindkettő. Nekem a kezembe adnának egy labdát, nem tudnék vele mit kezdeni, az biztos. Ki a jobb akkor most? Hogy Viki vagy én? Versenyezhetünk. Nézzünk egy köridőt? Nézzünk. Indulhatott a megmérettetés. Vajon ki a gyorsabb? A bevállalós Berni taktikája jön be? Nem egy magányan nyomják egyébként. Vagy a visszafogott a Viki stratégiája a nyerő? Íme. És hogy miért Sós Viktória lett a befutó? Talán azért, mert jobban figyelt Barbie szakmai tanácsaira. Kanyarodsz jobbra, és ide így berakod. Felmértem a terepet, aztán most már megmutatta Barbie, hogy hogy kell a kanyaroknál dőlni, és akkor igyekeztem úgy csinálni, ahogy elmondta. Tanítványok után a mester is bemutatta, hogy csinálják a nagyok. Szerinted mennyit fog menni Barbie? Mennyi lesz az az idő? Fogalmam sincs, 20-at. Mennyit tippel Berni? 18 és fél másodperc. Föl van adva a feladat, hajrá! Percet tévedtem. Kicsit gyorsabb volt. Láthattuk, hogy kézilabdás kedvenceink ismét más sportágban is bizonyítottak. Vajon lesz folytatása az új szenvedélynek? Nagyon szeretek kézilabdázni is, de nagyon megtetszett ez a quad. Nyáron is, mikor elmegyünk quadozni, mikor nyaralunk, ott is nagyon szoktam élvezni. Hát ha lesz rá lehetőségem, akkor biztos, hogy fogok élni vele, és kadozok itt a szép Váci táj körül. Igazából szeretünk aktívan pihenni, tehát mindig próbálunk kitalálni valamilyen jó programot, mert igazából ez szerintem nagyon jó kikapcsolódás, ez a quad is, vagy akár lovaglás is, szóval szeretünk mindig új dolgokat kipróbálni. Temes Bernadett és Sós Viktória kedveseitől már is ígéretet kaptunk, hogy a bajnokság befejezése után fehér lovon érkeznek meg szerelmeikhez, ahol persze a kameránk is jelen lesz.